Üdvözlünk! Elhoztuk a honfoglaló legújabb híreit. Ezekről lesz szó. Kapcsoljuk Szentgyörgyi Anettet! Sziasztok! Az előző különkiadásunk kapcsán, amiben a ligákról beszéltünk, több kérdés is érkezett tőletek. A már meglévő XP pontokat, illetve XP szinteket fogjuk átkonvertálni az új szezonpontrendszerben. Így akik már egy kicsit most magasabb XP szinten vannak, azok azonnal bekerülnek a liga küzdelmekben. Az első hét végére pedig ki fog derülni, hogy ki marad ugyanabban a ligában, és ki az, aki egyel feljebb léphet. Ha szeretnétek még több információt megtudni a szezonpontokról, illetve a liga küzdelmekről, akkor mindenképp nézzétek meg az előző külön kiadást, ha még nem tettétek meg. Ezért is fontos, hogy feliratkozzatok a csatornánkra, így sosem maradtok le a legfontosabb honfoglaló hírekről. Most pedig még nem menjetek sehova, mert Attila még jön, és elmond pár érdekességet a klánokról. Az előző szövetség csatában Nessai-t láthattátok. Ellenfelei Lévai Viki és fia Bálint voltak. Mutatjuk! Na anya, van valami tanácsod szerinted? Megbeszélhetitek nyugodtan, persze. Arról volt, hogy te adsz nekem tanácsot. Jól mondottam, megkérdezlek. Akkor mit szólnál, hogyha a fenyvesszúkba mennénk? Az ott jó a sarokban van védett helyen. És nem félsz tőle, hogy a sötét nagy úr a kalózöblöt választja? Vagy hát, ha én kíméletes lesz? Meglátjuk, nem tudom. Jó, te utánad a sötét nagy úr fog választani? Hát igen, igen. Azt mondja, hogy hát én bízom a te ösztöneidben, te sokkal több ilyen játékot játszol. Legyen a fenyvesszúk, aztán meglátjuk. Bihari Attilát is megkerestük eheti híradón kapcsán. Sziasztok! A klánokkal kapcsolatosan elég sok változtatást tervezünk, de ebből két fontosat szeretnék a mostani híradóban kiemelni. Az egyik az az, hogy pillanatnyilag a klánoknak iszonyatosan nagy hatása van az egyéni ranglistás eredményekre. Ezt az új verzióban mindenképpen szeretnénk elkerülni. Tehát ne az legyen klántag, aki a ranglistán jól akar szerepelni, hanem aki valójában egy közösséghez szeretne tartozni. A másik fontos változtatás, amit mindenképpen be szeretnénk vezetni, az az, hogy sokkal egyenletesebb legyen a klánon belül a tagoknak a teljesítménye. Pillanatnyilag pár topjátékos adja a klán eredményének a döntő többségét. Az új verzióban mindenképpen arra törekszünk, hogy mindenkinek az eredménye sokkal többet hozzá tudjon tenni a klán eredményeihez. A mai híradóban most ennyi fért bele a klánokból, de ne felejtsétek el, jövő héten klános külön kiadás lesz. Úgyhogy kommentben kérdezzetek, azokra a kérdésekre, amiket most feltesztek, azokra még a jövő héti adásban tudunk válaszolni. Ha még nem tettétek, meg iratkozzatok fel a csatornára, hogy ne maradjatok le az adásainkról, most pedig ne menjetek sehova, mert Anett még egy pár érdekes infót tartogat számotokra. A honfoglaló arénába újra visszatér Gundel Takács Gábor. Ezúttal Pál Dénes és Tarnóci Balázs lesznek az ellenfelei. Pál Dénessel és Tarnóci Balázssal fogok játszani, és hogyha megnézitek a honfoglaló arénában ezt a játékot, akkor kiderül, hogy ez egyáltalán nem olyan egyszerű, mert van benne egy üveg csipkelekvár, és van benne egy élet-halálra menő kőpapírolló meccs is. Szövetség, honfoglaló aréna, YouTube. Kapcsoljuk Szentgyörgyi Anettet! Többen kérdeztétek, hogy mikor fog indulni az új verzió. Egyelőre pontos dátumot még nem tudunk mondani. Az ősz folyamán fogjuk elindítani, az már biztos. Egyelőre még nagyon sok munka van előttünk, mind fejlesztési szempontból, mind grafikailag. A funkciók tervezése folyamatosan zajlik, ezért is fontos, hogy kommentben írjátok meg, hogy melyik az a funkció, amiről szeretnétek hallani, akár bővebben is egy külön kiadás kapcsán. És ahogyan azt Attila is kérte, a klánok kapcsán még várjuk pár napig tőletek a kérdéseket. Szeretnénk minden olyan kérdést megválaszolni, amit titeket is foglalkoztat. Amíg pedig az új külön kiadást készítjük nektek, addig kövessétek Instagram oldalunkat is, ott is izgalmas tartalmakat osztunk meg veletek. Következzenek sporthíreink! A héten is izgalmas csaták zajlottak a honfoglalón. Az előző heti nyerteseinknek gratulálunk! A legjobb klánok neveit most láthatjátok! Hajrá! Mindent bele! Mára ezek voltak a honfoglaló hírei. Jövő héten várunk mindenkit egy újabb külön kiadással. Ha még nem iratkoztatok fel a csatornánkra, akkor most tegyétek meg! És ne felejtsétek el bekapcsolni az értesítéseket sem! Jövő héten újra találkozunk, addig is megtaláltok minket Instagramon is. Sziasztok!